Ma ünnepelte a katolikus egyház a legfontosabb Mária ünnepet, Nagy Boldogasszony napját, vagyis Szűz Mária halálát és mennybevételét. Jeruzsálemben az 5. században már megemlékeztek az ünnepről, amelyet a szentséges Szűz elszenderülésének neveztek. Erdélyben nincs olyan római katolikus templom, amelyikben ne lenne Szűz Máriát ábrázoló festmény, vagy az ő alakját megformáló szobor. A katolikusok, de különösen a magyarok számára nagy jelentősége van a Mária kultusznak. Két kötelező ünnepük van, az egyik a szeplőtelep fogantatás ünnepe és a Nagy Boldogasszony ünnepe, amikor minden katolikus számára megáll az idő, és hiszik, hogy az életükben még most is jelen van, és hathatós közben járó az égben. Szűz Mária nem csak Jézus édesanyja, hanem az egész kereszténységé. Baricz Lajos azt mondja, ha a Szentírás kevés alkalommal is említi meg őt, mindig ott volt Jézus mellett, mint egy jó édesanyja a gyermeke életében. Ma hát emlékezünk arra, hogy a Szűz anyát Jézus fölvitte, hogy együtt legyen az örökké valóságban. De nem csak Máriára emlékezünk, hanem saját magunkra is, mert ha élünk vele, meg így dicsülünk vele, mondja Szent Pál apostol, hát hisszük azt, hogy a mi hazánk is az égben van, szintén Szent Pál apostol szavai szerint. Nagy Boldogasszony napját Szent István király olyan fontosnak tartotta, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot a Szűz anya oltalmába. Ezért nevezi a Magyar Katolikus Egyház Szűz Máriát Magyarország égi pártfogójának. Szent István 1038-ban éppen Nagy Boldogasszony napján halt meg.